A Dunakanyarban már ma több helyen ünnepi tűzijátékot tartanak, sőt nem csak a Duna partjáról, hanem akár hajóról is követhetjük a fényjátékokat, hiszen idén Visegrád és Nagymaros közös szervezésben összehangoltan tartja a látványos tűzijátékot. Hogy mikor lehet mindezt látni, azt Bakos Norbert mondja el nekünk Visegrádról. Szervusz! Üdvözlök mindenkit, így van, itt vagyunk. Most a Duna partján, visegrádi oldalon ezt választottuk, hogy megmutassuk önöknek majd azt a területet, ahonnan majd este lövik föl a tűzijátékot. Ami különleges lesz, hiszen ahogy azt itt említettük is, igen, most két település, Visegrád és Nagymaros fog majd össze, és az ünnepi tűzijátékot egészen pontosan 21 óra 15 perckor a Duna felett lövik fel, és természetesen a Duna partjáról, tehát a mind a két oldalról nagyon jól lehet majd látni, de hajón is lehet élvezni mindezt a csodálatos látványt, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz majd kilátogatni Nagymaros és Visegrád térségébe. Egyébként most itt egy szárnyas hajó húzott el, de egész nap amúgy a két oldal, a Duna két partja között is könnyen közlekedhetünk egy hoppon-hoppof hajóval is, tehát egyik oldalról a másikra, vagy éppen gombbal is áthajózhatunk, úgyhogy így azért könnyebb az átjutás. Este egyébként majd a tűzijátékot követően utcabállal fognak ünnepelni itt Visegrádon. Ehhez készülődnek elő ott szembe a palotaház parkoló részébe és belterületén, majd ahol egyébként kirakodó vásárosok is várják majd az érdeklődőket. Holnap pedig szentmisével és kenyér szenteléssel ünneplik államalapításunkat, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz ellátogatni majd a holnapi napon is ide, de természetesen, ahogy azt már mondtuk önöknek, a mai este lesz az igazán nagy látványos. Nyilván azért 19-én tartják, mert közel van a főváros, és sokan természetesen holnap ott szeretnék megnézni majd a csodálatos tűzijátékot, de biztos vagyok benne, hogy ma este itt Visegrád és Nagymaros közös szervezésében is csodálatos élményben lehet része mindazoknak, akik eljönnek ide. Bakos Norbertnek köszönjük szépen! A Békésvár megyei két Sopronban már ma reggel elkezdődött a Szent István napi rendezvény, amely az 1300 lakosú település legnagyobb ünnepe. A nap folyamán ez ideig lezajlott gasztronómiai és aktív sportos programok a község apraja nagyját mozgosították. Nem sokára kezdődnek a színpadi produkciók és a korábbi évek hagyományaihoz híven. 22 órakor csak nem 10 perces zenés tűzijátékban gyönyörködhet a közönség. A részletekkel Kovács Andrea jelentkezik a helyszínről. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Itt Kétsopronyban immár 28 éve hagyományosan augusztus 20-án tartják meg a település legfőbb ünnepét, a Szent István napot. Az idei évben azonban úgy döntött a település vezetősége, hogy mivel az volt a tapasztalat, hogy augusztus 20-án délután már sokan visszautaztak, akik korábban hazalátogattak a rokonokhoz, családhoz, ezért inkább áttették augusztus 19-ére ezt az ünnepi rendezvényt. Ma reggel egyébként itt a sportpályán röplabda bajnoksággal indult a program, de volt még erős ember bemutató verseny, traktorhúzó verseny, megfekvenyomó verseny is, és pogácsa sütő versenyre is lehetett nevezni. 22 órakor kezdődik egyébként a látványos tűzijáték, amelyet szintén innen a sportpályáról lőnek föl. Éppen mutatja kollégám az előkészületeket. Azt kell tudni róla, hogy közel 10 percen keresztül zene kíséretében gyönyörködhetnek a látogatók a tűzijátékban. A tűzijáték után hajnalig tartó diszkó lesz itt a sportpályán. Holnap reggel falufutással folytatódik a program. 10 órától pedig a Szent István katolikus templomban ünnepi szentmisével zárul a Szent István napi program itt Kétsopronyban. Köszönjük szépen! 50. alkalommal várják az érdeklődőket Balatonboglárra, a hagyományos szüreti fesztiválra, ahol a gasztronómiai és borkínálat mellett több színpadon különböző kulturális folklór és szórakoztató programokat kínálnak az odalátogatóknak. Az augusztus 20-ai ünnepségek részeként minden évben látványos tűzijátékkal is készülnek, amelyre most is rengetegen kíváncsiak. Jönnek a részletek Komáromi Krisztától. Szervusz!
Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Itt a Balaton Poglári sétányon, illetve a Platán strandon, amerre a szemellett mindenhol emberek hömpölyögnek a sétányokon, az utakon. Gyakorlatilag nagyon nehézkes volt egyáltalán a területre való bejutásunk is, hiszen rengetegen kíváncsiak az 50. jubileumi fesztiválra, és gyakorlatilag a szervezők abszolút mértékben kitettek magukért, hiszen délután 2-től minden nap már várják a gyerekeket különböző gyerekprogramokkal, aztán délutántól folklor programok is váltják a nagy színpadon, illetve a zenepavilonnál egymást, és természetesen gasztrokínálat teljes tárháza, a dél-balatoni borok legjobbjai is itt vannak, és mindent meg lehet kóstolni. Gyakorlatilag számos kikapcsolódási lehetőség áll a nézelődők, az érdeklődők rendelkezésére. Nagyon sok mindent tényleg ki lehet próbálni, és ma 22 órától indul a tűzijáték itt Balatonbogláron. Egy nagyon látványos, minden évben nagyon látványos egyébként a tűzijáték. 9:30-tól a tünde motorossal ki is lehet menni a Balaton vizére, és onnan megcsodálni, megtekinteni ezt a látványos tűzijátékot, amely, még egyszer mondom, 22 órakor kezdődik. De egyébként az a hagyomány, hogy nagyon sokan sétálnak le ilyenkor közvetlenül a Balatonpartra, több ezres tömeg gyűlik ilyenkor össze, és megnézik onnan a tűzijátékot. De most ez egy plusz lehetőség, hogy egy hajóval is ki lehet menni a tóra, és meg lehet tekinteni a csodálatos tűzijátékot. Természetesen holnap is folytatódnak a programok, a műsorok. Itt Balatonbogláron délután 2 órától már megszokottan gyerekműsorokkal várják az érdeklődőket. Aztán jönnek a koncertek a nagy színpadon, illetve a zenepavilonnál, és valamikor majd 23 óra tájban záródik az 50. jubileumi Balatonboglári szüreti fesztivál itt a Platán strandon. Komáromi Kriszta, köszönjük szépen!